Na jó, ez túl magas labda volt, egy ilyen point azonban én sem hagyhattam ki. Az Until Dawn viszont nem ennyire vidám és hahótázos horror, inkább a félelemtől a végletekig kiidegelő, a végére picit azonban elfáradó interaktív horrorfilm, és inkább kevésbé túlérő horror játék. A sztori szerint egy 9 fős baráti társaság egyszer elmentek egy jót bulizni a hegyekbe, de egy idő után olyannyira elharapódzott az egymást szivatós pizsiparti, hogy ebbe két lány a társaságból bele is hal. Ha ez kellően nem taszította volna még el a brancsot egymástól, 2 évvel később egy fantasztikus ötlet pattant ki az agyukból, egy újabb, immáron ugyan kisebb szivatásokkal ismételjük meg az emlékezetes hétvégét. Mekkora buli volt! Emlékeztek arra, mikor a csajok kirohantak az erdőbe, és soha többé az életben nem hallottunk felőlük? És hogy azóta se találja a rendőrség a két holttestet? És tényleg, azt tudtátok, hogy egy kurva hideg van odafönt egy bulihoz ember? Komolyan mondom, valami elmebeteg hegyvidéki szekta tagja ezek, hogy direktben magukat szivatják régi fájdalmas, ijesztő emlékeikkel? Kik azok a degeneráltak, akik egy ilyen eset után egyetlen ott tudnak ülni, és teszem azt kártyázni a barátaikkal? Hogyan tudnának... megőrült a vágóasztal. De, mint minden jó tini horror, valahol ennek is el kell kezdődnie, az Until Dawn pedig ezután veszi fel a fonalat. Az első pár órában nagyjából nem történik semmi egetrengető esemény, vagy olyasmi, ami megkülönböztetné az Until Dawn-t bármelyik tini horrortól, amit valaha láttál. Csak a szokásos felvezetés, amin túl kell esni. Elég könnyedén megismerkedünk a karakterekkel, a játék egyből az orrunk alá vágja, hogy a szereplők milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, már ha ez bárkinek nem esne le körülbelül 10 perc alatt. Szendeszőke, naív szőke, okoska törp, Joy a jó barátokból, kötelezően megtudjuk, hogy ki kivel kavar, néha pedig megijesztik egymást, de csak apróságokkal. Egy ideig. Aztán a buli megint elszabadul. A fiatalok az ismétlés kedvéért újra elkezdik egymást szivatni, a társaság ennek megfelelően pedig szétesik. A helyzet odáig fajul, hogy karaktereink sorban halnak meg elmebeteg sorozatgyilkosok, szellemek, meg megbaborázott állatok miatt. Majd megérted. A feladat, hogy minél több karaktert próbáljunk meg megmenteni a legvégéig. És ezt hogyan lehet elérni? Jó döntésekkel. De ki tudja, hogy mikor döntünk jól? Miután végigmegy egy epizód, átvezetésként kielemez minket, nem a szereplőt, akit irányítunk, hanem téged, egy egészen aberrált ábrázatú pszichológus, akinek van relevanciája a történet szempontjából, még ha úgy is tűnik, hogy kicsit kilóg az összképből. Választanunk kell, hogy mitől félünk jobban, egy farkastól vagy egy bohóctól. Két karakter közül kit szerettünk meg jobban? A játék eszerint mindig leszűri, hogy milyen fóbiáink vannak, majd ebből a megfelelő konzekvenciát leszűrve olyat rádi ezt, hogy a faladja a másikat. Nem tudom, hogy mikor játszottam utoljára ilyen jól felépített, hosszan kitartott parafaktorral játszadozó horrorral, annak ellenére, hogy szarrá lopja a zsánereket, az Until Dawn keveréke az ideglelésnek, a fűrésznek, a sikkoinak, a ragyogásnak, egy rakás szörnyes filmnek és még számtalan más helyről is lop, de ezért haragudni nem lehet rá, hiszen pofátlanul jó használja fel azokat. Amellett, hogy karakterei valóban klisések, a felépített ijesztések szinte tökéletes időzítéssel jönnek egymás után. Van, ahol 2 percen belül 2-szer kapunk jumpscare-t az arcunkba, és olyan is, ahol egyetlen őrjítően nagy parára épít az epizód, vagy fél órán keresztül. A legérdekesebb, hogy általában pont olyan dolgoktól dobtam el a kontrollert messzire, amiktől az életben egyébként legkevésbé félnék. Jó, hát ez egy farkas, ez egy ijesztős. Figyelmesen elemez minket, és tényleg a legváratlanabb pillanatokban borítja fel a lelki világod. Ahogyan azt egyébként el is magyarázzák aprólékosan, különböző tesztelőkön próbálgatták azt, hogy a játékos mikor nyugszik meg, és mikor nem számít ijesztésre. Igazi mozis élmény volt játszani, ezt erősíti a folyamatos fix kameraállás vagy a fényjátékok részletessége, emellett sose tudhatod, hogy mikor döntesz jól. Ha elszúrod, nem áll meg a sztori, nincs újrakezdés, nem csak konkrét helyzeteket, későbbi eseményeket befolyásolunk, hanem nüanszokat is. Hirtelen pár másodpercnyi idő alatt kell egy-egy karakter közül eldöntenünk, hogy kivel folytatjuk tovább, ki az, akit hátrahagyunk, merre megyünk, viszünk-e magunkkal valakit, és hogy ez tartogathat-e magában veszélyt, ha egy erősebb vagy gyengébb karaktert hoztunk magunkkal. 1000 és 1 millió döntési pillanat lesz, amikor oda kell figyelni. Újdonságnak hat, hogy vigyázni kell a quick time eventekre is. A Trónok harcával ellentétben itt nem érdemes elrontani egy-egy menekülést vagy lövést, mert az ilyesfajta bakizás kegyetlenül megbosszulja magát rövid vagy hosszú távon.
Az Until Dawn kíméletlenül jó horror, de abba a hibába csúszik, hogy elfelejt játék lenni. Úgy sejtem, nem véletlen nem találni például a futás funkciót, ami egy menekülős jelenetnél azért szükséges lehetne. Ha tudnánk rohanni, átfutnánk az összes előre jó beállított, pöcre kiszámolt skripten, így egy picit a végére bele is lehet fáradni abba, hogy nem engedi el a kezed egy pillanatra sem. A döntésmechanizmusra épülő, előre leforgatott stílus nem fér meg a szimpla játszás mellett. A jövő nagy feladata az lesz, hogy ez kiegyensúlyozódjon valahogy. Az Until Dawn összességében egy jól összerakott, nem túl eredeti, de baromi ijesztő exkluzív PS4 para élmény, amit minden olyan játékosnak szívből tudok ajánlani, aki szereti mérlegelni a döntéseit, esetleg annak többször nekifutni, hogy a lehető legkevesebb veszteség... Oké, legközelebb retro lesz, na.